Az általán műhely sorozatát koronázza meg a 2022-es Presztivál, ami a közösségépítés témakörét járja végig. Az eseményen bemutatásra kerül a szerkesztőség által összeállított közösségi zin is. Nézzük is meg! A Presztivál a koncepciója az volt, hogy a különböző karilapoknak egy olyan felületet tudjunk biztosítani, ahol találkoznak egymással, és az ELTE online szerkesztőségével, meg az újságírókkal, mert azt vettük észre Annával, hogy nagyon kevés az olyan esemény, vagy ilyen kapcsolódási pont, amikor konkrétan találkoznak a különböző karok, vagy akár az ELTE online-nak az újságírói, és ebből kifolyólag arra gondoltunk, hogy tök jó ötlet azzal zárni, hogy különböző kulturális intézmények, vagy közéleti intézmények, tehát például a BEARC, vagy a Margó Fesztivál, vagy a Pocket, egy olyan kerekasztal beszélgetéssel zárni, ami azt tematizálja, hogy az egyetemen kívül is van közösségépítés, és hogy ezt mi is tudjuk modellezni. Igazából a Zinben az ELTE online rovatvezetőivel dolgoztunk együtt, tehát ők voltak azok, akik főleg az ötleteket gyűjtötték arra vonatkozólag, hogy milyen cikkek kerüljenek bele a Zinbe. Ezzel kapcsolatban kerültek sportcikkek, amik bele a foci témákörét dolgozta föl. Fotósok is válogattak képeket a kedvenc alkotásaikból, amiket a közösség témakörében látták jónak, illetve a különböző tereket is bejártuk a Zinben, tehát a Műhelykafétól a KK-ig elkezdve különböző területekig mentek el az újságíróink, és mutatták be azt, hogy hogyan tudnak itt kapcsolódni egymással a hallgatók. Úgyhogy nagyon sok minden témát ölel fel a Zin. ELTE online-on belül szeptemberben indítottuk el az ELTE Press műhelyt az Annával. Igazából az volt a célunk, hogy teret adjunk az újságíróknak, hogy bele tudjanak kapcsolódni a szakmai életbe az egyetemen kívül is. És minden hónapban csináltunk egy ilyen kicsike műhelyet, ahol először a lapalapítással foglalkoztunk, utána a kritikai írással, utána az interjú készítése és végül a fotózással, és az volt a legizgalmasabb szerintem az egészben, hogy egy ilyen tényleg egy közösség alakult, ami talán így nekünk a missziónk volt, azt így elkezdtük, hogy havonta legyen olyan terület, ahol össze tudunk jönni és tudunk egymással kapcsolódni. További érdekes tartalmak mellett a közösségi zint is megtaláljátok az ELTE online oldalán, vagy a QR kód segítségével. Az alábbi QR kódokon pedig az zinben megjelent videóinkat érhetitek el.